Te lettél a torna legértékesebb magyar játékosa, azért ez elég komoly elismerés a játékodnak. Mit gondolsz, ez ad a következő mérkőzésekre neked valami plusz motivációt? Természetesen ad plusz motivációt, ez így is próbálok 100%-kal játszani minden meccsen. Nyilván kicsivel felszabadultabban fogok tudni játszani így, és hát remélem ugyanígy fogom folytatni, ahogy eddig. Ő lett ugye a magyar csapat legjobbja, de sokan jól teljesítettek mellette. Örülök neki, hogy sikerült ilyen eredményesen szerepelnie. Megérdemelte, de a többi srácokra is büszkék vagyunk egyértelműen, úgyhogy sajnos egy ember kaphat díjat a csapatból, de többen is megérdemelték volna. Gratulálok neki. Nagyon jó visszagondolni, tényleg egy nagyon jó tornát játszottunk a csapattal. Ugye sok Fehérvári volt benne, szóval együtt volt a csapat. Jó ide is visszajönni, az idősebbeket látni, innen nagyon várom az a következő meccset. Mielőtt a válogatott szünetre voltunk volna, néha kicsit megütöttük a bokánkat a tabella sor részéhez tartozó csapatok ellen. Általában pontokat veszítettünk, ezen szeretnénk most már változtatni és begyűjteni ezt a nagyon 3 fontos pontot itt hazai környezetben. Nagyon akarnak, tehát tényleg küzdenek, látszik ők is, hogy nagyon sok fiatal játszanak, ugye. Nagyon ránk jönnek, tehát ők is ugyanúgy frissek, mint mi, fiatalok, nyomják ők is. Ahogy mi is, ők is egyre jobban belerázódnak a ligába, felvették a tempót, ügyesek, küzdenek végig az Andival. Bárkit képesek megszorongatni a végsőkig, hasonlóan lendületes, gyors, fiatal csapat, mint a miénk, úgyhogy egy izgalmas mérkőzés lesz. Gondolom sok ismerős arc is feltűnik a Vasas csapatában, ez ilyenkor jelent neked valami plusz motivációt? Igen, meg akarjuk mutatni nekik, akiket ismerjük, mert ugye legyőztük őket utánpótlásban is, és akkor itt is, tehát meg akarjuk mutatni, hogy azért jobbak vagyunk.